Sziasztok! Köszöntek teket újra a Zsebi Bogyó csatornán. Majd nagyon különleges receptet hoztam nektek, ugyanis reggeli pizzát fogunk készíteni. Hát tudom, ez egy kicsit ellentmondásos, de azért nem egy jó magyaros pizzára kell itt gondolni, hanem ez zappehelyből fog készülni, joghurtot rakunk rá és gyümölcsöket. Úgyhogy mutatom a hozzávalókat. Egyrészt szükségetek van nagyszerű zappehelyre, ez természetesen lehet gluténmentes is, ezen kívül zablisztre. Én ezt a mixerbe zappehelyből csináltam, de akár boltba is lehet venni, viszont így sokkal költséghatékonyabb. Másrészt még szükségünk van alma szószra, ezt is lehet boltba venni, vagy készíthetitek saját magatok is almából. Szerintem még ez a recept pürésített banánnal is biztos nagyon jól működik. És van még földi mogyoró vaj, itt természetesen használhattok mandulavajat, kesúvajat, vagy valamilyen mást ízlés szerint, és egy kis fahéjra lesz még szükségünk, úgyhogy ezeket most mind össze fogom keverni egy tálba. Mindent összekevertem a tálba, és hát ennek a masszának azért kicsit ilyen nedvesnek kell lennie, de azért nem túl ragadósnak, és ezután szükségünk van egy sütőlapra, tepsire, természetesen szilikon sütőpapírt használok a Zero Waste jegyébe, és a tésztát egyszerűen kézzel vagy kanállal pizza formára fogom formázni. Ahogy látjátok, egy pizzát formáztam a masszából, hogyha ti szabad kézzel nem tudjátok ezt megtenni, vagy tényleg egy tökéletes kör alakút szeretnétek, akkor természetesen egy torta formát is használhattok, és ezt most sütőbe körülbelül 10-15 percig 180 fokon sütni fogom. Míg a pizza sül, addig felvágjuk a gyümölcsöket, nekem most itt eper, kiwi és mangó van, de természetesen bármilyen más gyümölcset is használhatok, és nyugodtan éljétek ki a kreativitásokat, különböző formákra vághatjátok a gyümölcsöket, és szerintem ez például gyerekekkel közösen készíteni is biztos, hogy nagyon jó elfoglaltság. A kis pizzánk megsült szép aranybarnára, és én itt szója és kókuszjoghurtot kevertem össze, de természetesen bármilyen más joghurtot használhattok, ebből mehet egy kis édesítő, akár juhalfaszirup, agavé, de nekem ez így elég édes, és akkor a joghurtot rárakom, és utána pedig a gyümölcsökkel szépen ki lehet tisztítani. Elkészült a csodás reggeli pizzánk. Remélem, hogy ti is kipróbáljátok, és mint ahogy mondtam, szerintem ez tényleg gyerekekkel egy nagyon-nagyon jó hétvégi kis program. Hogyha kipróbáltátok, akkor írjátok meg a kommentek között, hogy hogyan sikerült. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legyen csodás napotok! Sziasztok!